Sziasztok, én Hajni vagyok. Sziasztok, én pedig Szent Zoltán volnék. A mai videónkban engedjétek meg, hogy megosszunk veletek egy nagyon fontos dokumentumot, amire ráleltünk, és úgy érezzük, hogy ehhez tényleg minden embernek joga van, hogy ezzel tisztában legyen, ezzel az emberi jogokkal, mondjuk így. Igen, szó szerint alapvető emberi jogokról van szó. Ugye alapvető emberi jogunk van az élethez, ugyanúgy egyébként sajnos, vagy nem sajnos, a halálhoz is. Külön van a haldokló betegeknek is kartája, azaz rendes, hivatalos dokumentuma, okirata. Egyébként nem feltétlenül ráleltünk, hanem igazándiból ezt a dokumentumot valaki közületek küldte, de megmondjuk őszintén, hogy nem emlékszünk pontosan, ugyanis ez hosszú hónapok óta nálunk van, de egyébként most, ahogy nézegettük a különböző papírokat, leveleket, amit egyébként ugye szoktatok küldeni, és akkor így megtaláltuk. Több pontból áll, mint amiről mi szeretnénk beszélni veletek, de egyébként szerintem az interneten rá is lehet keresni, mint haldokló emberek kartájára. Mi néhány pontot szeretnénk veletek megosztani, azaz úgy gondoljuk, hogy nem árt felolvasni, viszont érdekes módon olyasmiről beszélünk, hogy őszinték legyünk, amiről igazándiból nem is kéne, hogy beszéljünk, nem is kéne, hogy le legyen írva, mert egyébként tényleg józan paraszti ésszel, egyszerű, mint a fai gondolkodással, ez mindenkiből jön. Tehát ezt senki nem kérdőjelezheti meg, úgymond. Éljük az életünket, megszületünk, blablabla, stb. Tudjátok, és ez egyszerűen van. De mégis, ugye a mi mai modern világunkban le kell jegyezni mindent, nyilván ezt nem most jegyezték le, ha mit tudom én már hány tíz évvel ezelőtt. Szóval egyszerűen csak azt akarom mondani, hogy mivel annyira különfélék vagyunk, annyira sokrétűek az emberek, ugye, hogy mégis még alapvető dolgokat is le kell jegyezni, és mint a törvény, szabályok, stb. Be kell tartani. Ahhoz mérten kell viselkednünk. Ez ilyen egyszerű. Valamint még mielőtt belemegyünk, én már most szeretném azt kifejezni, hogy vannak benne olyan dolgok orvosokra, nővérekre is irányt mutatva, amit én nagyon erősen, nagyon keményen szankcionálnék. Nem azért, mert elmebeteg vadállat vagyok. Jó mondtam? Igen. Az vagyok? Nem vagy az. Pont a... Nem vagyok, az nem. Viszont tényleg nagyon szigorúan betartatnék különböző dolgokat, ugyanis úgy vagyok vele, mivel alapvető emberi jog, ami megkérdőjelezhetetlen, és igazándiból nem is kell firtatni, hogy az most jó vagy nem jó, az alapból jár. Ahogy megszületsz, levegőt veszel, van. Ilyen egyszerű. És aki nyilván ezt nem képes betartani úgy, hogy közben azzal foglalkozik, és még orvosi esküje is van, bár nem tudom már lassan miről szól az egész, iszonyúan keményen szankcionálnám. Elvenném a munkáját, most mondjátok azt, hogy nagyon drasztikus vagyok, nincs telenné tenném, az összes vagyonát elvenném, szétosztanám a beteg emberek között, ugyanis ki tudja, mennyi borítékot tett el az illető, főleg aki megszegne egy ilyet. És még hadd nem mondjam, hogy mit csinálni, de akkor tényleg azt mondjátok, hogy vadállat vagyok. A börtönt én úgy szabályoznám, ahogy régen volt a kényszermunka. Olyan börtönöket csinálnék, nem az, hogy bemész, eszel, iszol, ugyozol, szarsz, megnősz, meg mit tudom én, gyúlsz, tanulsz, lediplomázol a börtönbe. Igen. Gyilkosságért kapsz 50 évet, jó magaviseletért kiengednek 12 és fél év után, aztán utána, figyeljetek, pszichológusként dolgozik, mert abból diplomázott le a börtönbe. És most egy valós példát mondtam, tudjátok, megemlítettük azt nektek, hogy mi egyébként az ID csatornát az szinte éjjel-nappal nézzük, nem feltétlenül éjjel-nappal, de igazándiból ilyen hülye műsorokat nem nézünk, ami igazándiból csak a butaságról szól, és ugye megemlítettük, hogy akkor az ID-t azt mi néha beszoktuk kapcsolni, és például ezt a példát onnan mondtam. Igen. Tehát hihetetlen, hogy mik vannak a világban. Viszont régen úgy működtek a börtön, nagyon-nagyon-nagyon régen, hogy nyilván ott tényleg elgondolkodott azon az ember, hogy most miért loptam, csaltam, hazudtam vagy gyilkoltam, mivel egész nap, mit tudom én, köveket cipeltek vagy valami. Igen. Szóval én még ezt is visszahoznám. Orvosi börtön. De jó lenne.
Igen. Igazándiból szerintem akkor kezdjük is el, jó? Aki egyébként érintett őket, alapból ez meg fogja érinteni. Így van. De egyébként csak az igazság van ide leírva, és tényleg még egyszer mondom, olyan alapvető emberi jogokról van szó, amik ugye megkérdőjelezhetetlenek, megcáfolhatatlanok, senkinek nem szabadna, hogy beletörője a lábát, és mégis megteszik, főleg azok, akik ebben dolgoznak. Tehát ugye akkor a haldokló betegek kartája, amely a földi élet utolsó szakaszához érkezett emberi, ember jogait fogalmazza meg. Akkor ugye néhányat felolvasunk. Jogom van, hogy élő, érző, emberi lényként kezeljenek a halálomig. Ezt lehet vitatni? Nem. Nem. De tényleg itt olyan dolgok ezek, amiket te is mondtál, szívem, hogy ez vitathatatlan. Élő, érző, bocsánat, emberként. Itt például eszembe jut mondjuk egy-két idősebb ember. Például, amit tőletek kaptunk történeteket, leírták, hogy akkor hogyan bántak velük például a nővérek vagy az orvosok. Azért, mert ő 83 éves és éppen haldoklik, vagy valami, már bocsánat, az nem jelenti azt, hogy őt már hullaként kéne kezelni. Vagy hogy ő már nincs, ő már megsemmisült, ott vergődik az ágyon, de kit érdekel? Ó, basszus, nővérváltás, jó van, majd a következő kollégám reggel benéz, én már biztos bennem megyek hozzá. Igen, rájuk kiabálnak, hogy maradjanak csöndbe, ugye? Meg igen, élő, érző emberként. Jogom van kifejezni érzelmeimet és benyomásaimat a halálom előtt a magam módját. Ha anyázol, anyázol. Ha éppen mondjuk a Bibliából mond az idézetet, akkor a Bibliából mond az idézetet. Vagy ha éppen, nem tudom én, valamit meg akarsz osztani a másikkal, vagy valami olyan fontos gondolatot támad, vagy éppen le akarsz írni valamit, akkor nyilván támogatnunk kell őket ebben. Nem az, hogy elveszed tőlük mindent, vagy 8 kilométerre arrébb rakom még az indivalóját is, és itt mondjuk csak egy cenzára, meg egy tóra gondolta, akkor szerintetek azzal mi a helyzet? Nyugdíjcselve mondanám a kedves nővérnek, hogy legyen szíves behozni egy papírt, meg egy tollat. Vagy éppen pont írja le, amit szeretnék mondani. És nem véletlenül mondtam, hogy anyázni. Nyugodtan anyázhatnak is. Így van. Ezt gyorsan megosztom, megosztjuk. Ha Nilla mérges volt, és bizony volt olyan, hogy Nilla mérges volt, és itt most ne az utolsó 3 napra gondoljatok, a hosszú évek kezeléseire, tele vagy pumpálva a kemóval, különböző gyógyszerekkel, szteroidokkal is. Van, hogy egyik nap meg se bírsz mozdulni, csak nyögdécselsz, még aludni se tudsz, mert az is fáj. A másiknak meg olyan ideges vagy, hogy szétrobbansz. És van, hogy kicsúszik egy csúnya szó. Ez velünk is előfordult, Nilánál is előfordult. Volt, hogy mondjuk ugye neked szólt valamit csúnyán, vagy éppen nekem. De akkor mi mit csináltunk? Megpróbáltuk ugye mindig Nilát áttölelni, puszilgatni, akkor még jobban fölidegesítettük, mert ugye egy ideges volt, de akkor próbáltuk addig puszilgatni, amíg meg nem nyugodott. Persze olyankor eltolt minket, meg stb., de mondtuk, hogy semmi baj. Vannak benned különböző gyógyszerek, például a szteroid is, ami ezt váltja ki, és joggal lehet ingerült. Idegeskedj nyugodtan. És akkor próbáltuk úgy megnyugtatni, hogy idegeskedhetsz, de azt add át nekünk, majd mi idegeskedünk helyetted. Mindig ezt mondtuk. Úgyhogy ha éppen valaki egy csúnya szót mond vagy anyázik, őszintén még jó, hogy belefér. Ez legyen a legkevesebb probléma egy kórházba. Nem mondom, de mondom. Volt ugye, aki ugye írta a kommentbe, hogy a kórház az nem egy üdülő szálló. Igen. Ezen mindig meg szoktam rökönyödni, hogy miért ír valaki ilyet. Hiszen miért gondolja az az illető, hogy valaki azt gondolja, hogy azért menjek a kórházba, mert üdülni fogok. Igen. Nyilván azért megyek oda, hogy meggyógyuljak, de ahhoz közben csomó mindenen át kell menni, ami viszont meg nem kellemes. Szóval belefér, hogyha valaki ingerült. Jogom van az orvosi és nővéri gondozásra, akkor is, ha egyértelmű, hogy nem tudnak meggyógyítani. Itt
nem kezelésről van szó. Orvosi nővéri gondozásra, ápolásra. Nos, még akkor is, ha nem tudnak meggyógyítani. Mint ahogy már mondtuk, ez nem azt jelenti, hogy akkor le se szarhatnak. Pedig ez lesz, hogy csak le se fognak tojni téged. És tudom, biztos most valaki olyan is nézheti a videót, aki éppen nyilván kórházban dolgozik. Vagy a rokona ismerőse ápoló, beteg szállító, mit tudom én. Nem akarok belekeverni ide mindenkit, mi azt tudjuk megosztani, ami velünk történt. És bizony, itt ilyenkor tényleg az van. Ha eljutok odáig, hogy megkapjátok azt a dokumentumot, és nem úgy, mint a filmekben, ahogy már megemlítettük nektek, amikor benyögik, hogy meg fogsz halni, kis csillagom, mert arra nincs vér a pucájába az orvosnak, hogy eléd álljon, és elmondja, hogy hát figyelj, ne haragudj, 3 hónap múlva itt az idő, nem tudunk mit csinálni. Ott úrod, kiküldenek majd egy ilyen kis nyomtatott papírt. Beleírják, hogy no kezelés, no semmi, de még vett fel az utolsó kemót is, úgy, hogy meg se tudnak gyógyítani, de nyilván a pénzt azt még le kell húzni utoljára a kis tajszámodról. Nem fognak veled foglalkozni. Ha eljutsz abba a helyzetbe, abba az állapotba, de ne juss el, és senki ne jusson el odáig, de sajnos nap mint nap sokan eljutnak odáig. Még azt is meg fogják kérdőjelezni, hogy időben megkapd például a vérpótlást. Ugyanis neked már mindegy, neked harangoztak. És úgy gondolkodnak, én várom már kommenteket, és úgy gondolkodnak, hogy neki már úgy is mindegy, rápazaroljuk. Azt oda tudjuk adni a másik betegnek, akit még 2 évig életben tudunk tartani, meg ott ugye a tajszám, és akkor most annak adjuk a vért, aki 1 hónapig fog élni. Mert ez így van, azt hiszitek, hogy nem rangsorolnak. Nem a túrót nem rangsorolnak, dehogy nem. Azt is megnézik, hogy amikor például egy transzplantációra ha egyáltalán felkerülsz, ott is ugyanúgy ott van a lista, meg minden. Rangsorolnak, kinek mit, hogyan adjanak. Amikor eljutsz egy olyan életvégi állapotba, vagy nem is tudom, nem fogod megkapni az új szívet, vagy valamit, vagy a kis tüdőt, mit tudom én. Értitek, mit akarok mondani? Leveszik rólatok a kezüket. Pedig józan paraszti észem, meg le van írva feketén-fehéren, mégis ott van. Jó, gondozásról beszéltünk. Most akkor hagyjuk a tüdőt meg a szívet. De a gondozáshoz beletartozik mondjuk a vérpótlás meg anyám kínja. Úgymond kisebb dolgok, nem tudom mennyire számít nagy kaliberű dolognak. Ha vérpótlásra van szükséged, mondjuk egy hemoglobinra, akkor az nagyon is nagy dolog, mert ha nem kapod meg, akkor nagyon nagy probléma lesz. De eleve nagy problémában vagy, és tudnak rangsorolni. Így van, és ez is szörnyű dolog, hogy itt egy ilyen jogszabály, tehát jogod van hozzá, és mégis olyan házakat mondjuk így alakítanak ki, úgymond az utolsó ez jó. Fázisban lévő, igen, azt hajni. Akarom mondani, így van, ahol viszont nem is kaphatsz vért. Pontosan oda azért mész el, hogy meghaj, előbb meghaj. Így van. A kórházak, akik életvégi állapotba kerülnek, ezt itt kell mondani, vagy haldoklási fázisban, nem tudom, hogy kell mondani. Tehát amikor elvileg az orvostudomány nem tud rajtad segíteni, az orvos nem fog azon gondolkodni, hogy basszus, ha összekeverem a 2 kezelést, vagy ha ilyet meg olyat adok, akkor az vajon segít. Ő ezen nem fog gondolkozni, ő egy gyári munkás, a protokollt követi. Neki is le van írva. Az, hogy oda van írva, hogy doktor, meg professzor, meg anyám kínja, az semmire nem elég. Értitek, mit akarok mondani? Maximum arra jó, hogy majd a rezidenseket tanítja az orvosszoba mellett, ahol te éppen döglődsz. Ez az igazság. Hospice házak. Hányat bezártak Magyarországon? Adócsalás miatt? Pécsen is ám. Csak úgy mondom. Pécsen is. Bezárták. És a kórháznak arra van esze egyébként. A gondozás nem akarja megadni, de arra van esze, hogy beléptük mája azt, hogy hát aranyapám, el kéne menned egy hospice házba. Így van. Meg akarják győzni a családot, hogy elvisznek. Na most, ha elvisznek oda téged, hamarabb meghalsz. 1-2-3 hét alatt meg fogsz halni.
De ha kötöd az ebet a karhoz, én nem megyek hospiszházba, hogy előbb meghalljak, akkor bemaradsz a kórházba, és van egy olyan szabály, vagy törvény, vagy nem tudom milyen előírás, hogy némileg kénytelenek ellátni. Azt most hagyjuk, hogy hogyan. De valószínű, ha minden jól megy, megkapod azt a hemoglobin pótlást. Mondjuk most beszéljünk erről. És akkor nem fog leállni egy hét múlva a szíved a hospiszházba, ahol nem fogod megkapni. Értitek, mit akarunk mondani? Csak sokan egyébként ezt nem tudják. Hát mi se tudjuk, mi se tudtuk, ha honnan tudtuk volna. Amíg nem kerülsz bele, addig azt hiszed, hogy jó, van valami probléma, van valami baj, azért van az orvos, azért van a kórház, mit tudom én, a mentő, hogy ellátnak. De hát mindenkinek vannak papírjai. Ki mit tudja, hogyan, hol, mit kell csinálnia. Levágott kézzel bemész. Leütetnek, azt megvárod a sorodat. Jó, lehet, hogy majd behívnak fél óra múlva, ha megitták a kávét. Jaj, Zoli, miket beszél? Hát olyan történeteket olvastunk, amiket írogattatok, és simán megcsinálják. Na mindegy, szerintem ezt túltárgyaltuk, biztos, hogy értitek, hogy mit akartunk mondani. Most eszembe jutott, olyan keményen tudnánk mi is anyázni. Ezt tiszta szívből mondom. Mindenféle hazugság nekünk. Tudjátok, milyen csúnya szavakat ismerünk mi is? Nyilván kell egyfajta, hogy mondják, nyugodtság, nyugodalom, nem tudom, ez mennyire jellemző ránk. Ugye a hajni urinő, én meg nem tudom, lehet, hogy belőlem néha kijön, de ennél sokkal eleve őszinte vagyok, hogy mondjam, de hát én is tudnék mondani még cifra szavakat, vagy ha lenyomjuk a kamerát majd akkor. Csak nyilván azért nem beszélhetek folyamatosan drágább szavakkal, mert akkor meg nem tudjuk átadni, nem tudjuk közölni azt, amit szeretnénk. Ugyanis fontos dolgokról van szó. Jogom van, hogy ne halljak meg egyedül. De meg fogsz halni egyedül, főleg ha van ilyen fasság. Jaj, királyvírus. Ukrán háború. Nincsenek itt az ukránok, de egyedül fogsz meghalni benne a kórházba. És még sorolhatnám. Fajgyűlölő az Zoli. Nem vagyok fajgyűlölő. Nem tudjuk másképp ezeket elmondani. Ezek így vannak, és így is lesznek. Mindig lesz egy ok arra, hogy miért fogsz te a kórházban egyedül meghalni. Ha bőségesen fizetsz, ott lesz mama, papa veled, aki fogja a kezed. Nem tudjuk, mert nálunk nem így volt a rohadt életben. Nem így volt. Hiszen már azzal is problémák vannak, könyörgöm, hogy egy édesapa bemenjen a kórházba. Szűk család. Anya, apa, beteg gyermek. Abból problémák vannak, hogy a két szülő bemenjen, szerintetek. Ha ütött a végső óra, nem tudom, lehet, hogy túl durván beszélek, ott lesz veletek a rokonság, barátok, unokák, nem tudom, gyerekek. Mondjuk ez így lehet, hogy túl tág, szűkítsük le. Anya, apa, mama, papa, testvérek. Hát de nem csak gyerekekről van szó, hogyha annak vannak gyerekei, vagy esetleg unokái. Hány olyan történet jött e-mailbe? Meghalt egyedül a mama meg a papa. Pedig ő is szeretett volna még találkozni. Vagy szeretett volna utoljára inni egy korty vizet, vagy megenni mondjuk egy túrós tésztát, mit tudom én. Megkapod a kórházba? Ezt kapod meg a kórházba. Még egyszer. Jogom van, hogy ne halljak meg egyedül. Szerintetek nálunk ott volt a rokonság? Nem volt ott. És miért nem volt ott? Kérdezitek. Miért nem volt ott? Mert nem engedték be. Hát csoda, hogy én ott lehettem. Nem is tudom, akkor mi lenne. Így is megbolondul az ember, de értitek, mit mondok? Elmegy egy gyerek, most mondjuk így idézőjelbe. Nem lehet ott a család. Jó, persze. Ja, mindjárt valaki dörzsöli a kezét. Mikor is történt? Királyvírus? Igen, királyvírus. Ki nem szarja le? Negatívok voltunk. És akkor is nem jöhet be egy nagyszülő.
vagy egy nagy néni, egy nagy bácsi. Most nem is akarok gondolkodni, csak végigmondom, mert akkor nem fogunk végigjutni, mert nekem is kell az energia. Nem tudom, erről beszéltünk már. Egy-két szülővölgye beszéltünk. Én meg szoktam kérdezni, hogy valaki azt mondja igen, valaki azt mondja, hogy nem. De az is lehet, hogy valaki titkolja, nem tudom, mert esetleg látja vagy hallja, hogy mi miről, hogyan, miképp vélekedünk, vagy beszélünk. Pénzzel rengeteg mindent meg lehet venni. És elég szomorú, hogy valakinek jut ezekből a kis alapvető jogokból egy szelet. Valaki megkapja mondjuk az egész tortát, főleg ha fizetsz. Egyáltalán miért kell fizetni bármiért is? Főleg ezért. Hogy ne hallj meg egyedül, hogy ott legyen veled anyu, apu, férj, feleség, gyermek, unoka, vagy csak egy barát, vagy egy távoli rokon, de mégis találkoznának, mert mondjuk 10 éve nem látták egymást, mert az egyik itt él, a másik ott él, és mégis találkoznának. Hihetetlen, a kórháznak vannak szabályai, házi rend, nem mehetsz be. És akkor mindig kitalálnak valamit, ha nincs királyvírus, van hagyományos influenza, a nyár kellős közepén is megcsinálják, mert megcsinálják, vagy akkor ráfogják a mit tudom én mire. Kifogásuk mindig van. De könyörgöm, annak a haldokló betegnek kire van szüksége? Rád, rátok. Nem az orvosra, nem a nővérre. Jó, nyilván kell gondozni is, de értitek, mit akarok ezzel mondani? A mondjuk azt utolsó órába, ha már azon át kell esnie valakinek, és ha mondjuk még lát, ha lát, nyitva van a szeme, és végignéz azon a picike szobába, Magyarországon vagyunk, picike szoba, te az ágyba is alig férsz el, a csövekkel ugye bekötve, de ha végignézel a szemeddel, amivel még látsz, és ott vannak mondjuk 3-4-en a családból. Azért az miközben rossz, de azért talán lenne valami kis jó érzése. Vagy bátrabb lenne az illető, nem? Jogom van, hogy őszinte választ kapjak a kérdéseimre. Ezt is ideírtuk, nyilván gyerekeknél ez egy picit nehezebb, ugyanis gyerekeknél a szülő az, aki nagyon nagy felelősséggel dönt abban, hogy mi az, amit a gyermeke tudjon. De mindenkinek joga van őszinte válaszra, és azért is írtuk fel, mert bizony nálunk sem voltak őszinték. Ugye hazudtak, ferdítettek, pedig tudták, hogy mi fog következni. Nyilván azért egy orvos, aki ebben jártas, sőt, ha ránéz egy emberre, már a színéből meg tudja mondani, hogy basszus, 3 nap, lehet, hogy 4. De így sajnos vége. És amikor én megkérdeztem valamit, akkor nem tudom, mi a felének kellett ferdíteni, hogy ők nem tudnak semmit. Meg amikor kiderült az ultrahangon, hogy mi a franc van. Mindig is az a hölgy vizsgálta Nilát ultrahangon, és láttuk az arcán, leesett az áll, miközben húzta a kis ultrahang fejecskét, nem tudom mi az Nilának a testén. És nem szólalt meg, csak vizsgálta. És mondta is, hogy majd egy orvos fogja elmondani. Nem igazán értettük, hogy miért. És akkor ugye az orvos, jaj, majdnem csúnyát mondtam,
kis picsa, már nem megy. És akkor elkezdi szépen darálni, mint hogyha nem tudom én, egy verset mondana föl, értitek? Olyan közönösen. Bár mindig azt mondtuk, hogy nem kell velünk együtt sírni. És akkor rákérdezek, konkrétan. Akkor rákérdezek. Ők nem tudnak semmit. Lehet, hogy azt mondjátok, kicsit zagyvaság, amiről beszélünk. Részletesen mindent ki akarunk fejteni, csak nem tudjuk még hogyan. Tehát itt arról van szó, hogy őszinte választ. Vagy amikor te felnőttként kérdezel valamit. Ugye, hogy tudnak hárítani, meg ferdíteni? De a kezelés végén, ami egyébként egy állami kórházban van, vagy rendelőben, tajszám alapján, ingyenes, hát nem ingyenes, ha mégis azt mondja a végén, hogy akkor 18.500 forint, és akkor jövő héten találkozunk. Azt ki tudják mondani. De megkérdezed konkrétan a Jóska Pistát, hogy na, nem tudom, mi jut eszembe, akkor autószerelő? Vagy valami? Mert ha minél többet kérdezel, akkor meg mondjuk minél többet akar megjavítani. Vagy ha valami van a fejedben, mintha ott kopogna, ő már megöbül, az kicserélik a fél autót. Tehát őszinte válaszokat nagyon nehéz kapni tőlük. Mert, hogy miért van ez így? Nagyon egyszerűen, ők tudják, hogy te például meg fogsz halni. De azért fogják azt mondani, hogy nem tudjuk, lehet, hogy egy év, lehet, hogy 10 év, mert nehogy felelősségre tudjátok vonni őket. És arra is figyeljetek, nagyon fontos, nagyon fontos. Egyedül egyébként az orvos, mint a rendőr, bátrabb. Egyedül mond nektek olyanokat, amit egyébként 2-3 orvos mellett nem mond. Ezzel mi is porul jártunk. Volt egy-két beszélgetésem a Pixalám és Joe-val, ugye, a nagy adjunktussal, és olyan dolgokat mondott, hogy utána, amikor veled ezt megbeszéltük, vagy elmondtam, hogy miket mondott nekem, miközben én kint vártam, tehát én nem voltam benne, én nem mehettem be Nila mellé, és elmondtam, hogy mit mondott, másnap, mikor visszamentünk a kórházba, akkor már épp ott volt mellette egy másik orvos, és rákérdeztem, hogy doktor úr, akkor ezeket miért így mondta, vagy valami, letagadott mindent. Erről ennyit a hitelességükről. Jogom van, hogy ne vezessenek félre. Ez ugye kapcsolódik az előtte lévőhöz, hogy ugye őszinték legyenek velem. Jogom van békében és méltóságban meghalni. Ez szerintetek mit jelent békében és méltóságban? A békéhez és a méltósághoz hozzátartozik az, hogy valaki kínhalált halljon. A béke és a méltóság számomra az, ugye béke, a nyugodalom, nyugodtság, nem fáj semmim. Fekszek, lehet, hogy vegetálok, nem tudom. De amint már mondtam, kicsi szemeddel körbenézel, ott van pár rokon. Csak a szűk család, vagy nem tudom. De ha azt akarom, hogy 10 menjenek be a szobába, akkor 10 menjenek be, könyörgöm. És ezzel együtt megvan a méltóságod is, nem? Nem egyedül vergődsz egy fél sötét szobában, ahol néha BOOM! Bebasszák az ajtót. Körbenéznek, önben kötök be infúziót, az vissza bebasszom az ajtót, azt leülök Facebookozni. Majd utána telefonálok a rokonkának. Hát, meghalt a 63 éves anyukája. Sajnáljuk. Akarsz valamit mondani? Nem. Jogom van, hogy megőrizzem az egyéniségemet, és hogy ne ítéljenek el, ha döntéseim nem egyeznek mások meggyőződésével. Ugye ezt a legelején olvastunk talán egy olyasmit, hogy kifejezni érzelmeimet, benyomásaimat a halálom előtt a magam módján. Ez ezzel együtt kapcsolódik is. Értitek, mit akarunk ezzel mondani? Tehát, hogy mindvégig magad legyél. És azért, mert úgymond
kőkeményen befolyásolnak a körülmények, itt nem csak a halál szelét mondom, hanem maga az orvos és a nővéreknek a hozzáállása, kirekeztem a családot meg a stb., ez nem fér bele. Ez mind hozzátartozik a saját egyéniségedhez. Meg ha, nem tudom, hogy van-e olyan, de hogyha valaki annyira tudatánál van, és éppen azt mondja, hogy szeretnék felhúzni egy szép szoknyát, egy magas sarkút, vagy kiluzsozni a szám, és úgy szeretnék leülni mondjuk az ágy szélébe, vagy éppen táncolni, és majd akkor esek össze a hú kezébe, vagy mit tudom én, akár még az is, ugye? Mindenkinek a saját egyénisége. Jogom van, hogy empatikus, jól figyeljetek, szakmailag kompetens, jól informált személyek gondozzanak, jól figyeljetek, akik igyekeznek megérteni a szükségleteimet, és akik képesek elégedettséget találni abban, hogy hatékonyan támogatnak abban, amikor szemben állok a halállal. Ez egy brutális, alapvető emberi jog. Sajnos, vagy nem sajnos, ez nagyon fontos mondat. Ezt én el akarom olvasni még egyszer. Jogom van, hogy empatikus. Empatikus, empatikus, empatikus. Ugye? Szakmailag kompetens. Ne egy rezidens orvos legyen ott már könyörgöm, aki még jobban megijed, mint maga a szülő, vagy a hozzátartozó. És kirohan a szobából. Mert nem tudja, mit kell csinálni. Empatikus, szakmailag kompetens, jól informált személyek gondozzanak, gondozzanak, gondozzanak. Úgy, ahogy már az előbb olvastuk, az orvosok és a nővérek kapcsán. Hogy jogom van a gondozáshoz. Akik igyekeznek megérteni a szükségleteimet, és akik képesek, akik képesek elégedettséget találni abban, tehát ők találnak elégedettséget abban, hogy hatékonyan támogatnak. A brutális mondat, és tényleg ezen el se kéne gondolkodni. Megcáfolhatatlan. Ez van, egyszerű. És még sincs. Még sincs, ez csak egy papír. A való élet nem ezt mutatja. És nem azt mondani a végén, hogy hát átbeszéljük, hogy mit hibáztak. Hanem úgy álljanak utána oda az ember elé, hogy elmondhassák azt, hogy mi mindent megtettünk, és nem csak próbálkoztunk. Na ez az, ami hiányzik a kórházi szférából. Az ilyen emberek hiányoznak most, amit felolvastunk mondatot. Ez egy gyönyörű, szépen megfogalmazott mondat. Mondjuk gondolkodni se kell ezen. Mert tényleg a fejemet a falba verem, tehát ez van. És az, hogy tényleg egy onkológiai osztályon ilyen státuszban lévő beteg mellé, és teljesen mindegy, hogy itt mit mond az adjunktus úr, hogy miért nem jött be. Miért nem jött be? Miért nem jött be egy olyan orvos, aki már találkozott ezzel, és tudta volna azt, hogy mi van. Csak azért, mert ünnepnapok voltak. Értitek? És igen, nagyon-nagyon fáj, amikor más szülőkkel beszélünk, és ők azt mondják, hogy ő mellettük éppen pont ott volt az az orvos, aki megtehette volna azt, hogy aznap is bejött, amikor a mi kislányunk állt ott. És van képe azt mondani nekünk, hogy hát de ő nem lehet ott mindig. Nem is minden nap van ilyen dolog. Azt akartam mondani. És igenis megtehették volna, hiszen előadta, hogy most már nem tudom én hány évvel ezelőtt, csak ő volt egyedül gyermekonkológus azon az osztályon, de most már van 4, és a 4-ből egyetlen egy nem tudott bejönni. És oda küldenek egy kezdőt, egy rezidenst, könyörgöm, akinek nincs titulusa, szóval értitek, mit akarok mondani? Ő még nem orvos.
Sőt, hogyha rendesen lett doktorál majd pár évig is ugyanúgy, mondjuk azt, hogy egy nagyon kezdő, tapasztalatlan, neki nagyon sok mindent kell látnia ahhoz, tapasztalnia, hogy tudja, hogy abban a bizonyos pillanatban hogyan kell cselekednie. És ez nem megy másképp, ha bedobom úgymond a rezidenseket a mély vízbe, és tapasztaljanak egyedül. Hogyan, ha nincs mellette az, aki már tapasztalt, és meg tudja mutatni, mondani, mit, hogyan kell csinálni, ahhoz, hogy utána, ha történik tragédia, elégedettséget találjon abban, hogy én gondoztam és segítettem. Nem fájt neki. Megvolt a békéje és a méltósága. És azt hiszem, még maradt egy, amit még leírtunk. Jogom van elvárni, hogy kegyelettel bánjanak a testemmel a halálom után. Szerintem ezen sincs mind gondolkodni. Sajnos olvastunk történeteket, tőletek kaptuk, hogy ez bizony, ez is előfordul az ellenpéldája, hogy már pedig úgymond jogtalanul bánnak. Bent hagyják, akár napokra, bocsánat a kifejezésért, és szegény elhúnyt, már ott büdösödik, vagy valami. Untorító. Nem az, hogy büdösödik, a szegény nem tehet róla, hogy annyira nem foglalkoznak vele. És a másik, aki a szobában, mert tudjátok, olyan szobák vannak, Magyarországon vagyunk, nincs komplett nyaralód, ugye? Hanem mellett ott vannak más betegek. Tiszta horrorba. Élő, megtörtént példa, megkaptuk ezt is történetbe, le volt írva. Szörnyű. Így van. Meg ugye, ami velünk is történt. Igen. Elmentünk a nagy semmi közepére. Így van. Úgy megadták a címet. Sietünk Milla után, hogy elkísérjük az utolsó útjára, úgymond, ebben a rohadt fizikális életbe. Azt elmentünk egy vadidegen helyre, egy azt sem tudom milyen épületbe. Nem is volt ott. Ez is hasonló, most gondoljatok bele. Eltemetitek az elhunyt szeretteiteket. Csak egyet. Vagy hazaviszitek az urnát. Azt telefonálnak 4 hónap múlva. Elnézést, ne haragudjon, kicsit évedés történt. Hazavitte XY-t a nem tudom én ki helyett. Ne, alapvető jogok. Azt mit csináltok vele most így őszintén? Amikor ilyen világban élünk. És azok, akiknek ezt nagyon szépen be kéne tartani, szarnak bele, vagy le se szarják már. Igen, és az a szégyen, hogy nincs egyetlen egy ügyvéd, aki, nem tudom, ezekkel tisztában lenne, és ezekről a, nem kell más, tényleg, csak ezeken a pontokon, ha végig menne, már mennyi jogsértéssel találkozna. És nincs olyan, aki oda mer állni. És ezek tényleg olyan dolgok, amiket le se kellene, hogy írjanak. Mert annyira magától érthetődőek. De basszus, most úgy őszintén nem kell ahhoz orvosnak, nővérnek lenni, kórházban lévő dolgozónak. Hát ott történik valami egy idegennel, nem oda rohansz most úgy őszintén. Elesik az utcán, nem segített fel, vagy mit tudom én. Vagy lenne egy baleset, nem állsz meg autóval, hogy akkor jaj, kiteszem a háromszöget, meg amit tanulták rezve, hogy akkor ilyenkor mit kell csinálni, vagy valami. Tényleg ilyen világban élünk már, és kórházakról beszélünk, akiknek meg ez a munkája, megkapják érte a zsíros cekket, és most ne sírjunk azon, hogy ki mennyiből él. Ők jobban élnek, mint ahogy te bemész a gyárba dolgozni, bár tudom, mondtam, ők is egyfajta gyári munkások, mert az. De le van írva, és nem is kell leírni, hogy nekik mi a munka. Előbb téged azért, hogyha te elmész egy baleset mellett, mint az, hogy ott van. Igen. Olyan dolgok, na, értitek, mit akarunk mondani? Mint az orvosok, akik tényleg ennyit hibáznak. Igen. Ők mossák kezeiket, de te, ha elmész egy baleset mellett, és nem állsz meg, akkor te bűnhődsz érte. Igen. Ez tényleg nagyon nehéz megint ezt a videót
nekünk is leülni és elmondani nektek, és biztosak vagyunk benne, hogy mivel olyan érzésűek vagytok, mint mi, nektek is nehéz ezt a videót végignézni, de nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ma is velünk tartotok, és tényleg, ahogy már Zoli is mondta, rettenetesen várjuk ez alá a videó alá is a kommentjeiteket, hozzászólásaitokat, mert biztosak vagyunk benne, hogy nem mi vagyunk az egyetlen család, akivel ilyen dolgok történtek, hogy ezekhez az alapvető jogaitokhoz mégsem volt jogotok. Tényleg, tényleg várjuk. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk voltatok. Sziasztok! Én Hajni voltam. Én pedig Szent Zoltán. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Nyomjátok be a csengőt is, azon belül is az összes szócskát, hogy ne maradjatok le egy videónkról sem. Legyen további szép kellemes napotok. Sziasztok! Sziasztok!